Nagy elmondható Istenem, Isten, a gyászba borult az egész életem, gyászba borult. Temetni gyűltek össze a telet alsóösre, nem dicsérni. De mielőtt a télűzésre térnénk, nézzünk be egy kicsit a művelődési házba, ahol szorgos kezek ügyeskedtek. Kiszebáb. A népi hagyomány szerint éghető anyagból készítik, felöltöztetik a lányok és kiviszik a faluból, majd elégetik. Vele szimbolikusan kivisznek mindent, ami rossz, kiűzik a telet a betegséget. Tarnai Viktória irányítása alatt miniatűr kiszebábok sokasága készült. Itt most pici kiszebábokat készítünk a gyerekekkel, és ezeket a falu nagy kiszebábjával együtt levisszük a Balatonpartra, és ott el fogjuk égetni. Ezzel szeretnénk mi is a telet és minden rosszat kiűzni alsóörsről. De hozzák már a falu kiszebábját, ami nádból készült, és előre látható, hogy szomorú sorsa lesz. Községükben az a szokás, hogy farsang táján mindig a legszebb lány megy először férhez. De most a falu legszebb lányát elrabolták, és ebbe a szalmavábba zárták. Itt már jó a hangulat, de vár még ránk egy komoly érzelmi hullámvasút. Lesz öröm és vigadozás, leánykérés, szörnyethalás, csodás feléledés, esküvő, és temetés. Minden kis kapuba. Haladjunk szépen sorban, miként a vigadozó csődület halad a főutcán. Megállni csak egy kétes szépségű menyecske dolga végzése miatt kellett, akit szemérmében hős lovagja védett. No de félre a pajzánságot, a menet biztos léptekkel halad tovább. A nagy mulatozás közben fény derült egy szörnyű tényre. Piros Vincének menyasszony kéne. Jó néhány esztendő eltölt már, hogy tejfele szájú Vince barátunk nem veve asszonyt magához. 5-6 éve. Fiút lehet. Találtak is neki egy takaros menyecskét, de a Vince sajnos kileheli a lelkét. De hogy a sok jó ital azért elfogjon, én a nyeletet csak úgy kezdetnek megiszom. Meghót vőlegényeket is mindezzel élezgette. A csodás feltámadás után össze kéne adni a párt, akadt is egy pap, minő véletlen, és a jegyes párból házastársak lettek. Éltessen titeket az Isten sokáig, ettől szerdáig! A lakodalom végeztével a partra vonult a sokaság. Itt a kiszebáb sorsa bevégeztetett. Mert a búcsú órája bekövetkezett. Aki most itt körül állunk, annak immár vége. Mint a botnak? Itt nyugszik szegény kisze. A vén dobai, aki már nem fog többé hozzánk szólani. Yeah!
a lelked a pokolba, mint a bárányszar az ódalba. Így esett, hogy kiűzték a telet Alsóörsön. A Veszprém Bakony táncegyüttes és zenekarának elővezetésével tánc kerekedett. Kicsik és nagyok együtt örültek a tél végének, a tavasznak, még a nap is kisütött rájuk.